Nagy tisztelettel köszöntök mindenkit Bükkebrány község önkormányzat képviselőtestületének márciusi ülésén. Megállapítom, hogy a testület határozatképes egy fő jelezte, hogy betegség miatt nem tud részt venni az ülésen. A napirendi pontjaink a kiküldött napirendi pontoknak megfelelően alakulnának. Első napirendi pontunk a családsegítő és gyermekvédelmi szolgálat 2015. évi tájékoztatója. Második napirendi pontunk települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések című TOP 2.1.3 kötője 15 Bükkebrány község részleges belterületi árvízmentesítése című pályázat benyújtása. Harmadik napirendi pontunk településen található ingatlanok helyi védelem alá helyezése. Negyedik napirendi pontunk pedig indítványok, javaslatok, ezt követően pedig zárt üléssel folytatjuk a munkákat. Ki az, akinek a felsorolt napirendi pontokhoz képest kiegészítése van? Hogyha nincs, kérdezem, ki az, aki egyetért a napirendi pontokkal? Köszönöm szépen, egyhangú. Első napirendi pontunk családsegítő és gyermekjóléti szolgálat 2015. évi működéséről beszámoló. A beszámolót mindenki megkapta, kiküldésre került, amelyben a Bükkebrányi területi iroda munkájáról olvashattak ott mindenki egy összefoglalót az elmúlt évről. Én úgy gondolom, hogy egy igényes és mindenre kiterjedő anyagot kaphattunk meg ezzel kapcsolatban, és hát hála Istennek mondhatjuk azt, hogy településünkön kevés dolga van a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatnak minden tekintetben. Úgyhogy én a magam részéről szeretném megköszönni a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatnak a munkát, amit az elmúlt évben végeztek, és ezt az anyagot is, amit elkészítettek nekünk. Úgyhogy ezt tolmácsolni fogom Szilágyiné Marikának, hogy köszönjük szépen. Kérdés, észrevétel anyaggal kapcsolatban. Én csak annyit szeretnénk hozzáfűzni, hogy tényleg mindenre kiterjedő tájékoztatót kaptunk a településünkről, és Bükkebrány községre vonatkozóan szinte semmi olyan probléma, azaz egy-két védelembe vett gyerekkel kapcsolatosan. Marikáék elég, nagyon becsületesen, nem csak elég, a nagyon becsületesen végzik a munkájukat, bárhol, bármikor szólunk nekik, szívesen segítenek, támogatják az összejöveteleket, és Marikának a felsőbb szervek is elismerték a munkáját, Erzsébet napkor kapott kitüntetést, amihez gratulálunk, és további munkát, jó munkát kívánunk az egész csoportnak. Köszönjük szépen, még valaki? Lajos? Talán még ennyit tennék hozzá, hogy a részletes beszámolót olvashattunk el, és amikor én olvastam és próbáltam áttanulmányozni, akkor eszembe jutottak az előző évek is. Tehát próbáltam összehasonlítani az elmúlt évekkel. Minden évben hasonlókat kapunk tájékoztatás szempontjából, akár személyesen vagy írásban, és a fejlődés, a törődés a gyerekekkel, a családokkal, tehát évről évre érezhető, és én ezt láttam ki a beszámolóból, úgyhogy hatékony és jó munkát végeznek. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen! Más kérdés, észrevétel? Én még annyit szeretnék elmondani, hogy azon felül, hogy ellátják a munkájukat, hát a családsegítő és gyermekjóléti feladatokat a településünkön, a rendezvényeinkkel is számíthattunk rájuk, akár az Ősfa Fesztiválon, akár a Máté Naposokadalom rendezvényünkön, vagy az iskolai rendezvényeken, a Luca napon, a Főnix-szel, a Vöröskereszttel közösen részt vettek, segítettek, és ezt is szeretném megköszönni nekik. Úgyhogy én még ennyit szerettem volna, akkor kérdezem, hogy ki az, aki a beszámolót, a tájékoztatót elfogadja. Köszönöm szépen. Következő napirendi pontunk települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések című
TOP 2.1.3-15 Bükkebrány község részleges belterületi árvízmentesítése című pályázat benyújtása. Itt is a határozati javaslatot mindenki megkapta. A határozati javaslatban részletes költségvetés, illetve részletes, hát gyakorlatilag projektterv van, amit láthattatok itt a Géci utca, Géci-Ókai utca csapadékvíz elvezetésének végleges megoldását tartalmazza ez a határozati javaslat. Most lehetőségünk nyílik egy támogatási kérelem benyújtására a területi operatív programban. Ezzel a lehetőséggel szeretnénk élni a költségvetést a projektmenedzs, vagyis hát a pályázatíró cég elkészítette. Ennek a projektnek az összköltségvetése 69.881.128 forint. Hát ez kerül benyújtásra a pályázatban is, ebből 9.881.128 forint önrészt kellene az önkormányzatnak vállalnia. Ez az a variáció lenne, hogy gyakorlatilag az utca elején, tehát még a külterületen fognánk meg a csapadékvizet, és már nem engednénk át, nem engednénk rá belterületi részekre, nem engednénk rá az utcára, hanem egy szivattyús rendszerrel vezetnénk le a Kácsi patakba. Tehát a Kácsi patak lenne a befogadó, és egy 850 méteres csővezeték, zárt csővezetéken kerülne a vízlevezetésre a patakba. Ez egy dupla biztosítású szivattyú, tehát két szivattyús rendszerrel működne, hogyha az egyiknek baja van, akkor egy kisebb teljesítményű szivattyú, egy ilyen biztonsági szivattyú is bekapcsolna, vagy hogyha nincs akkora víz, hogy a nagy teljesítményű szivattyúnak kell bekapcsolni, akkor elég lenne annak üzemelni. Úgyhogy a terveket nagyjából egyébként szerintem, akik a előző testületben benne voltak, ismerik. Helyül elküldöm majd, hogy ez, de szerintem te is láttad már ezt annak idején. Mindegy, átküldöm e-mailben, és akkor megnézheted ott a gyakorlatilag, ahol most az árok és a gát van fönt, az utca fölött, ott lenne a víz megfogva, és egy zárt vezetéken, egy zárt csővezetéken levezetve a Kácsi patakba egyenesen. Úgyhogy ez a terv, ez az, ami a legoptimálisabbnak bizonyult. Úgyhogy ez a kérdés, beadjuk a pályázatot, beadjuk be a pályázatot, ezt el kell döntenünk. Vélemény, kérdés, Anti. Úgyis, mint gépszinti lakos, úgyis, mint nagyon régóta próbálunk ezzel a rendszerrel, és nem is ezzel a rendszerrel, hanem kerestük magát a rendszert, hogy melyik az, amelyik leggazdaságosabb, legbiztonságosabb, de sajnos sok helyen a területi, tehát a tulajdonjogi dolgokkal is problémák voltak. Én legalább 3 vagy 4 terv van olyan, amit már átnéztünk, megláttuk, hogy melyik miért jó, miért nem jó. Ez a megoldást találtuk közösen arra, hogy ez fogja legjobban szolgálni azt, hogy a Géci utat megvédjük. Ezáltal, hogy megvédjük, nem lesz magának a lakosoknak meg az a félelme, hogy bármelyik pillanatban elöntheti a garázsát, a pincéjét a víz. Tudom, hogy nagy összeg, de én javaslom, mert ez egy örökre szóló átalakítás, vagy egy kivitelezés lesz. És bízom benne, hogy ezzel meg fog oldódni az a probléma, hogy már évtizedek óta, mióta Géci út fenn van, ezzel megoldjuk vele. Ezért javaslom ezt a megoldást, hogy ezt szavazzuk meg. Tehát ebből következik, hogy én javaslom magát a megoldást, és javaslom ezt a pénznek a előteremtését és a csoportosítását. Ennyi. Én is úgy látom, hogy ez egy... Reméljük, hogy egy végleges megoldást jelentene, és hogyha van ilyen pályázati lehetőség, akkor ezt ki kell használni, úgyhogy mindenféleképpen támogatom.
Polgármester úr is mondta, hogy már több éves cikluson keresztül foglalkoztunk ezzel a témával, és most, ha itt van a lehetőség, hogy egy pályázat keretén belül kevés önrésszel meg tudjuk valósítani ezt a pályázatot, ezt a vízelvezetést, akkor számomra ez nem kérdés, hogy ezt a pályázatot be kell adni és meg kell valósítani, hogyha egy lehetőség van rá. Köszönöm. Köszönöm. Hát, én is úgy gondolom egyébként, hogy elérkezne az idő, hogy véglegesen pontot tegyünk erre a problémára, hogy ez, hát amióta a Géczi út titelkek ki lettek mérve, ez 1980-as évek óta ez probléma, a településnek probléma az ott élőknek, és ugye probléma ugye az önkormányzatnak is, hogy hogyan lehetne megelőzni. Itt ugye azért azt tudja mindenki, hogy önerőből ezt nem lennénk képesek, anélkül, hogy a település költségvetése meginokna kivitelezni. Most ugye itt van ez a lehetőség, kell hozzá azért egy elég jelentős rész, mert ha azt veszük, azért 10 millió forint egy elég jelentős összeg, de én úgy gondolom, hogy ha ezzel véglegesen meg tudjuk oldani ezt a gondunkat, akkor vágjunk bele, próbáljuk meg. Persze még ez nem azt jelenti, hogy meg is nyertük a pályázatot, de bízunk benne, hogy sikerülni fog. Akkor feltenném szavazásra, ki az, aki támogatja a határozati javaslatot. Köszönöm szépen. Következő napirendi pontunk, települések található ingatlanok helyi védelem alá helyezése. Ugye a tervezet az most került kiosztásra, hát még volt egy jó pár dolog, amit meg kellett néznünk. A települési rendezési terv elkészítése óta, hát 2000-ben készült, 2003-ban készült a rendezési tervünk. Nyitva maradt ez a kérdés, hogy helyi védelem alatt álló épületek a településen. Ugye akkor javaslatot tettek a református templomra, mert ugye a katolikus templom az műemlékvédelem alatt áll, hát ott ennél magasabb szintű a védelem. Javaslatot tettek a református templom helyi védelem alá helyezését illetően. Gyakorlatilag most élünk ezzel a javaslattal, hogy a református templomunkat helyi védelem alá helyezzük. Ami azt jelenti gyakorlatilag, hogy magát a templomot egy picit enyhébben, mint a műemlékvédelem, de meg kívánjuk őrizni a jelenlegi formájában. Különböző engedélyekhez, szabályokhoz kötjük azt, hogy a templomon változtatást hajtsanak végre. Hát itt ugye ilyenekre gondolunk, hogy nem lehet például egy óriás reklámfelületet képezni a templom falának, stb. Tehát nyilván nem jut senkinek eszébe, de ugye mi eleget teszünk ezzel annak a kötelezettségünknek, amit akkor annak idején a rendezési tervünkben javasoltak nekünk. És úgy gondoltuk, hogy ha már ugye helyi védelem alá helyezendő ingatlanokról döntünk, akkor egy másik ingatlanunkat is, a szabadidőparkot, tehát az arborétumot is helyezzük helyi védelem alá, ezt is próbáljuk megőrizni a jelenlegi formájában az utókornak, és azzal, hogy helyi védelem alá helyezzük, én úgy gondolom, hogy teszünk egy lépést, hogy ez ebben a formában megmaradjon. Úgyhogy ennek gyakorlatilag ennyi a lényege. Kérdés? Jó, és természetesen gondolkodhatunk más ingatlanokban és épületekben is. Igazából, ami ugye műemlék, az műemlék, tehát a katolikus templom az védve van, még ugye a református templom az nem volt. Más épületet nem tudok a településen, legalábbis ami
ami helyvédelemre szorulna, tehát egy szigorúbb szabályozásra szorulna, de hogyha oda kerül a sor és javaslat érkezik, akkor természetesen meg fogjuk tárgyalni. Ha kérdés nincs, akkor kérdezem meg ki az, aki egyetért a tervezettel. Köszönöm szépen. És elérkeztünk az utolsó indítványok javaslatok napi rendi pontunkhoz. Igazából én amit szeretnék elmondani, hogy az előző időszakban történtek, most az előző történésünk óta, akkor volt az, hogy... Február volt? Igen. Február 29. 9. Igen. Február végén, na. Igen. 27. Tehát azóta ugye folyamatos egyeztetések voltak, még a pályázati rendszerrel, pályázatokkal kapcsolatban, Mezőkövesden kistérségi társulási ülés volt. A pályázatírókkal egyeztettünk szinte minden héten. A március 11-én volt a települési ünnepség, amelyen köszönöm szépen a részvételt a kicsit csípős idő ellenére. Azért szép számmal összegyűltünk. Március 15-ét a képviselőtestület egy része a Bereck településünk meghívására Bereckben töltöttük, illetve Kézdivásárhelyen. Köszönjük szépen a meghívást, egy nagyon szép ünnepségen vehettünk részt ismét Székelyföldön. 22-én a Bokik önkormányzati szekciójának volt alakuló ülése, illetve a tegnapi napon, vagyis keddi napon rendkívüli megyei közgyűlésen vettem részt. Én ennyit szerettem volna elmondani. Közeljövővel kapcsolatban ugye a következő nagyobb rendezvényünk az már a falunap lesz, május 28-án, addig úgy csend van. Persze a könyvtárnak, tolmácsos háznak a rendezvényei, a hagyományos rendezvényei azok futnak. A falunap előkészületei a időnek megfelelően haladnak. Gyakorlatilag a program összeállt, az eseményt elkezdtük promotálni. Úgyhogy a visszajelzések eddig pozitívak a programot illetően, úgyhogy én ennyit szerettem volna elmondani. Indítványok javaslatokban van-e még valakinek? Nincs. Bocsánat, még egy dolog. A településen az utaknak a karbantartására az árajánlatokat megkértük. Az árajánlatoknak az összesítése jelenleg folyamatban van. Mi úgy számolunk, hogy április végén, május elején az utak karbantartása, szokásos évi karbantartása meg fog történni. Ugyanúgy az árajánlatokat megkértük a kerékpárútnak a karbantartására is. Ezeknek is az összegzése a közeljövőben meg fog történni, és úgy tervezzük, hogy a két karbantartás párhuzamosan, hát bízunk benne, hogy a ősi fesztiválra már meg fognak ezek a javítások történni. Én ennyit szerettem volna mondani. Karbantartással kapcsolatban, hogy jegyezzem már meg, hogy a kivitelezővel való egyeztetés után valószínű, hogy az Ábrány és a Nyárádi utat összekötő szakasz, elég nagy mértékű az útnak a romlása, és megpróbálunk egy olyan módszerrel, egy betonozásos módszerrel spórolni, hogy ne teljes aszfalt mennyiséget kelljen beletenni. Ezért lehet, hogy néhány napra, egy vagy két napra lezárjuk azt az útszakaszt, kerékpárral lehet közlekedni.
meg kis motorral, motorral, csak teherkocsival, meg személykocsinak a forgalmát fogjuk korlátozni, de ezt kitáblázzuk, rendesen szalaggal védjük. Tehát annyit kell a lakosságnak erről tudni, hogy kerékpárral, motorral lehet közlekedni azon a szakaszon, az alatt a néhány nap alatt is. Köszönöm ennyi. Hogyha más nincs, akkor megköszönöm a munkát, képviselőtestület zártadéssel folytatjuk.